Ez itt a Több szemközt, jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm stúdiónkban Bokor Tibort, Kézdivásárhely polgármesterét, az RNDS korábbi szenátorát, akit az Udvarterek városának fejlődési esélyéről, a város demográfiai képletéről, a jövő politikájáról kérdezünk. Jó estét kívánok, polgármester úr! Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Az RMDS Kézdivásárhelyi Szervezete bővített válaszmányának március 9-én, egy válaszmánya március 9-én egyhangulag szavazta meg önt egy újabb polgármesteri mandátumért, hogy induljon a közelgő önkormányzati választáson. Bár azt is tudjuk, és mindjárt hozzá is tesszük, hogy ön korábban gondolkodási időt kért. Miért kell gondolkodási időt, és mégis mi győzte meg, hogy e szerint döntsön? A polgármesteri tisztség az nem egy olyan egyszerű feladat, és ha a családtagjaimat kérdeztem, a gyerekeimet, feleségemet, szüleimet, akkor egyértelmű válasz részükről az volt, hogy hagyjam abba, mert ugye, hát nagyon sok a munka, sok az idegesség, sok a feszültség, meg van ez a bizonytalan világ, amiben élünk nap mint nap, pont aznap, amikor ez a hír elterjedt a sajtóba, ha bár én nem a sajtóban nyilatkoztam. Na de hát a sajtó mindent így megtud, van, ugye? Így van. Pont akkor történt az a tragikus eset Antal Árpád barátommal, és ugye kicsit úgy éreztem, hogy kell nekem egy néhány nap, hogy még gondolkozzak rajta. Másik oldalon ott voltak az RMDSZ-es barátaim, akik azt mondták, hogy a legnehezebb korszakban elvállaltam a polgármesterséget, és nagyon sok mindent tettünk és teszünk a városért. Most, amikor egy könnyebb periódus következne, akkor feltétlen tovább kell ezt a munkát vinni, amit elkezdtünk. Nem lehet megállni. Meg lehetne állni, de valakinek csinálnia kell. Igen, ezt is. Ön azt mondja, hogy amikor ennyi munkát elvégeztünk, egy napilap szerint a kézdivásárhelyiek alig 11%-a elégedett a városnak az elmúlt 5 évben történt fejlődésével. Az újság, hát egy országos napilap, a Kézdiszékért Egyesület és a Bálványos Intézet által végzett közvéleménykutatás hivatkozik, amelynek keretében 722 szavazati joggal rendelkező helyi polgárt kérdeztek meg közéleti és közérzeti témákról. Hitelesnek tekinti ön ezeket az adatokat? 11%. Hát, egyértelmű, hogy nem. Azt is tudni kell, hogy ezt egy párt rendelésére történt. Egyébként nekünk is vannak közvéleménykutatásai, és nem 700 embert kérdeztünk, hanem több mint 3000 embert kérdeztünk meg. A megítélés az teljesen más számokat mutat, de én a közvéleménykutatásokban egyébként nem hiszek, egyáltalán nem hiszek. Választásokat kérdezni, nem így van, Orbán Viktornak van egy jó mondás, ugye, hogy olyan a közvéleménykutatás, mint a kölni víz, szagolgatni szabad, de meginni soha nem szabad. Tehát, ugye? Ilyesmit is mondanak a klasszikusok. Igen, úgyhogy az tény, hogy olyan feladatokat kellett elvégezni a városban az elmúlt 4 évben, ami egyáltalán nem népszerű, és ezt sokan nem értik. Mert a legnagyobb problémánk a vízellátás csatornázással volt, és több mint 42 km utat fel kellett ásni. Na most ez persze, hogy tönkreteszi az infrastruktúrát, rengeteg konfliktust, problémát eredményez. Tudjuk, és hogy dolgoznak. És tönkreteszi a polgármester imidzsét is. Abszolút, mert mindennél a polgármesterei más, tehát ez egyértelmű. Ezt fel kell vállalni, igen. És ez volt talán a legnehezebb periódusom. Most, hál' Istennek, befejeztük a vízcsatornázást, legalábbis a projektnek ezt a részét. Most jöhet a szépítés. Tehát én mindig azt mondtam, hogy házat csak jó alapra lehet építeni. Abszolút. Tehát nem kezdhetjük a tetővel, amikor a föld alatt még minden rendezetlen. Ehhez egy kis türelem kell. És hol tartanak ezzel a víz és csatornarendszer hálózattal? Tehát egy uniós megyei pályázat volt egyébként. A projektet mi befejeztük, viszont véleményem szerint bizony-bizony más tervvel kellett volna dolgozni. Mert nagyon sok helyen a régi vízvezetéket nem cserélték ki, nem mindenhol cserélték ki újra. Na most évtizedek alatt ugye lerakódott ez a mocsok, meg nálunk még ilyen borvizes, és még nagyobb a lerakodás,
És amikor a rendszeren belül hibák vannak, akár egy áramszünet miatt, akkor ebből a mocsokból még bizony, amíg a csőből kifogy, viszont a jó víz, most új kutyaink vannak, új víztisztó állomás, tehát szennyvíz, minden rendben van, még azt a 50 km csövet ki kellett volna cserélni. Igen. Hát minden esetre azt hiszem nem kell a kedves nézőknek bemutatnunk a várost, az egy gyönyörű udvarteres város, ugye. Jól értesültem, éppen a tegnap vagy a napokban, mindenképpen a napokban adták át a turisztikai fejlesztési irodát. Hát azt hiszem lesz munkájuk. Na de, korábban Kézdivásárhely önkormányzata két ipari park építésére nyert uniós támogatásokat, pályázati támogatásokat. Úgy tudjuk, hogy a parkok felépültek, nemrég pedig vállalkozókat keresnek a létesítményekhez. Tehát, hogy töltsék be élettel a parkokat. Mi újság arra felé most? Igen, tehát ugye a felmérésé... Azért, és kemény beruházások voltak ezek azért, ugye? Igen, és munkahelyteremtő jellege igen, van. Tehát a mi felméréseink szerint a Kézdivásárhelynek legnagyobb problémája most az a munkahely. Hát, munkahelyteremtés. Uh-huh. Legalábbis így nyilatkoztak az emberek. Uh-huh. Na most azt kell tudni, hogy december 31-ig egyetlen egy cég sem tudta befejezni, tehát nem adták át még az önkormányzatnak az ipari parkokat. Értem. Napok, hetek kérdése, hogy mindkét ipari park most már elkészüljön. Ugye utolsó határidő az június 30, de szerintem május elejéig a dolgok rendben lesznek. Mi elkezdtünk egy promoválást az egyik ipari park esetében, van is már öt cég. Viszont leálltunk azért, mert ugye azt szerettük volna, hogy legalább a létesítményeket, épületeket külön telekönyvezzük be, hogy tudjuk átadni a cégnek, viszont ezzel az uniósok nem értettek egyet, azt mondták, hogy a munkát ott egyben kell átvenni. Na most, ahogy átadja a cég nekünk, telekönyvezzük, és akkor egy erőteljesebb reklámot fogunk mindenhol, és tekintettel, hogy közel van ugye Brassó, tekintettel, hogy közel van Sepsiszentgyörgy, akárhogy is ezek ipari centrumok, főleg Brassóra, ha gondolunk, hát azért csak jelentkeznek, majd fognak jelentkezni vállalkozók, vállalatok, cégek, akik betöltik tevékenységet. Megmondom őszintén, hogy nagy reklámozás nélkül is jelentkeztek, és utána is kerestek meg cégképviselők. Tehát ilyen szempontból optimista vagyok, és szükség is van rá. Azért van szükség elsősorban rá, mert Kézdivásárhelyen főként a könnyűiparban dolgozik a többség. Hát igen. Könnyűiparban a fizetések azok alacsonyabbak, mint máshol. És akkor ezáltal kialakul majd, remélem, hogy kialakul egy a munkaerőpiac, ahol egy kicsit drágább lesz majd a munkás, és akkor ez mindenkinek jó lesz, az embereknek is, a városnak is. Igen. Az egykori 22.000-es várost, talán ennyi volt, sem kerülte el a demográfiai csökkenés. Ma, ha igaz, alig 18.000-en lakják az udvarterek városát. Egy ilyen csökkenés látán őknek is azért el kellett gondolom, és el kell gondolkoznunk folyamatosan, és elsősorban munkahelyteremtéssel állítható meg a további népességfogyás. Ugye? És ön is jelezte itt az imént, hogy azért lakossági visszajelzésekből is elsősorban a munkahelyteremtés. Na de ez a kérdés, teremtsünk, de hát itt a tenyerem húzanak ször. Mit lehet Kézdivásárhelyen? Faipa? Mi lehet a menő? Turisztika? Egyebet nem nagyon látunk innen messziről. Hát, hogyha visszaemlékszünk a 90-es évek előtt, nagyon fejlett gépipara volt Kézdivásárhelyen. Hát csak ugyan, tényleg. És ott tényleg ott már jobb pénzeket lehetett keresni, és az teljesen megszűnt. Tehát itt például lenne keresni való ezen a területen. Ahogy, biztosan. Na most visszatérve egy kicsit ezekre a számokra, az hamis számok egyébként is. Igen. Én ezt jeleztem. 2012-ben volt a népszámlálás, talán, ha jól emlékszem. Igen. Akkor ugye 18.600 vagy körül ennyit számoltak meg. Akkor is jeleztem, hogy itt gondok vannak, mert ez nem igaz, mert az egyetemistákat, a diákokat, azokat nem írták be sehova, tehát azok lógtak a levegőben. Akik mondjuk Kolozsváron, Marosvásárhelyen tanulnak, és végül is otthon laknak vakációban. Ezek nem voltak feltüntetve sehol. És Kézdivásárhelyen 2-3 ezer diák biztos tanul valahol. Ajaj.
és bebizonyosodott most, hogy nekem volt igazam, mert nem is olyan rég hivatalos átiratot küldött nekünk a prefektúra, hogy 21.260-an vagyunk, ugye, mert az önkormányzati választásoknál a képviselők száma az függ a lakos számától. Tehát 17 tanácsos volt kézdivásárhelynek, vagy van most is kézdivásárhelynek, a következő választásoktól, mivel a 20 ezeret meghaladtuk hivatalosan, tehát még egyszer mondom, 21.260. Ja, akkor meg, mindenképpen. Igen. Akkor most 19 tanácsosa lesz. Tehát 12. 19. Jaj, 19, bocsánat. Most 17 van, 19 lesz, mert nagyobb a szám. Ja, igen. Na most én a legnagyobb problémát a fiatalok, és főleg az értelmiségének a visszaszerzésébe és otthon maradásában látom. Nagyon jól tudom, és ezt évtizedek alatt tapasztaltam, ugye tanárember voltam, és láttam a diákoknak a mozgását. Hát majdnem az elméleti liceumokban majdnem mindenki, de nem csak, eljön egyetemi városokba, itt tanul, tanul egy mesterséget, és alig néhány jön haza. Miért? Mert egy nagyvárosban más az élet, megszokja, biztos jobban is szereti. Igen. Van, aki még tovább megy határokon túl. És akkor ki jön haza? Mert Kézdivásárhely nem tudja azokat a feltételeket biztosítani, mint Kolozsvár. Hát nem. Nem beszéljünk Budapestről. Na, mi jó. Na, itt van egy olyan kihívás, amire nagyon nehéz választ adni, hogy hogy lehet a fiatalokat, főleg az értelmiségét hazahozni. Mert az a lényeg, egy társadalom attól szebb és gazdagabb, ha az értelmiségi, vagy legalábbis nagy része otthon marad. Igen, csak vannak dolgok, folyamatok, amiket tudomásul kell venni. Igen. Polgármester úr, mi hírlik? Lesz önnek ellenfele? És a másik kérdésem, hogy hogyan állítják össze a tanácsosi jelöltek listáját, majd azt a 19 tanácsosi listát, hiszen tudjuk, hogy az RNDSZ-en kívül jó étvágyjal jelen lesz az Magyar Polgári Párt, pláne az Erdélyi Magyar Néppárt is ott lesz, és általában a listák okoznak személyi és közösségi politikai konfliktusokat úgy általában. Ugye ez is benne van a pakliban. Igen. Hát, nyilván RMDSZ többségű tanács vezeti a várost, ugye? Így igen, van. 9, ez, 4, ez, 4. Ezt majd még meg tudják őrizni? Vagy? Tehát én bízom benne, hogy igen. Igen. Jelöltből van bőven. Ja, biztosan. Biztosan. Polgármester, infláció van, úgy látom. Tehát ha hűha, az információ lesz, már, azt hiszem, 5-en vagyunk már jelentkezők, úgyhogy... Ja. Tehát lesz, aki válogatni, lesz, nem egy személyes ez a játék. Leszünk sokan. A tanácsosi listát, azt ugye választmányülésen beszéltük meg, és kértem fel, hogy aki hajlandó egy ilyen mandátumot vállalni, az egy rövid kis programmal, bemutatkozással adja le a papírokat, hát sokan leadták. Én úgy gondolom, hogy jövő hét végére a lista elkészül. Nem egy egyszerű dolog. Egy ilyen listát összerakni úgy, hogy minél kevesebb konfliktus érjen, mert nem hiányzik nekünk. Persze. A konfliktus, van abszolút, elég belőle. Abszolút, ezt valahogy nagyon ki kellene kerülni nyilván. Ugyanakkor arra kell egy picit vigyázni, hogy minél több szakterületet lefődni, hogy legyen szakembered, akitől véleményt kérdezzél különböző területeken, mert egy polgármester nem érthet mindenhez. Remélem, hogy jövő hét végére elkészül, minden párt elkészíti a listát, és majd... Hát minden párt, tehát az RMDSZ lesz, a Magyar Polgári Párt, Néppárt ugye, és talán Függetlenek, és lesz román jelölt is valaki? Na most az érdekes az, igen, hogy ilyen nem fordult még elő Kézdivásárhelyen, hogy a románok most összefogtak. Igen, ezt már rég szolgalmazzák a Székelyföldi Románok Fóruma. Nálunk összejött. Ugye eddig az történt, hogy két-három, sőt, volt olyan, hogy 4 párt is külön jelöltet indított, és hát egy olyan 6% a román lakosság Kézdivásárhelyen. Igen. Ennek az volt az eredménye, hogy nem jutott be senki. Na most bizony összefogtak, közös listájuk lesz. Igen. És ha az ezelőtt 4 éves számokat hasonlítom, összeveszem alapul, akkor nagy a valószínűsége, hogy legalább 2 tanácsosa lesz a román közösségnek.
Két tanácsosa. Igen, tehát jobban összefogtak, mint mi. Igen. Ugye? Igen. Jobban összefogtak. Na hát. Nem hagyhatjuk ki, itt már ön is érintette valamelyest, hogy a prefektusok, a jövő menő prefektusok, azért elég sűrűn váltogatják arra fele egymást, nem nagyon szimpatizálják önöket, vagyis a székelyföldi polgármestereket. Állandó szimbólumviták, egyéb konfliktusok mentén mit tarthat önök számára, és egyáltalán nem csak az erdélyi magyarság, hanem kifejezetten ott a Kárpát-kanyar környéki magyarság számára a politikai jövő. Le lehet építeni ezt az állandó konfliktust a polgármesterek, prefektúra közötti nézeteltéréseket, és főleg a politikai indulatokat, ami nem kétoldalú, hanem nagyon jól tudjuk, hogy nagyon is egyoldalú. Igen, hát az én politikai pályafutásom alatt én még nem találkoztam olyan prefektussal, akivel ki lehetne egyezni. Tehát folyamatos konfliktusban voltam mindenkivel. Én azt hiszem, hogy teljesen más szerepe kellene, hogy legyen egy prefektusnak, hisz ő sokkal több információt kap a kormánytól, ugyanabban a közösségben él, ahol mi, és talán segíteni kellene a polgármestereket, közösségeket, hogy lépés előnyben legyenek másokkal szemben. Ezzel ellentétben nekem azt hiszem nincs olyan hónap, hogy ne legyen egy zászlós perem. Tehát, igen, mintha ez vinné előbbre a társadalmi fejlődést. Hogy itt felhúzzuk, ott lehúzzuk. Igen, tehát, erre kötik az energiájukat. És sajnos mi is ezzel kell foglalkozzunk. És önök is automatikusan és párhuzamosan ezzel foglalkozunk. Prefektúra, hivatal. Legyen zászló, ne legyen zászló. Szóval ez abszurdum, hát, ami folyik. Most oda kerültünk, hogy a múlt héten kaptam egy fenyegető levelet a prefektustól, hogy most már a városzászlóját is megtámadták. Ugye az önkormányzat törvény szerint elfogadta a városzászlót. Igen. Most érdekes az, hogy ha elmész Galacra, vagy elmész Turnusevenire, vagy akárhova, minden városnak ott van a zászlója, senkit nem bosszant. Abban a pillanatban, hogyha egy székelyföldi település elfogad saját zászlónkat, a saját közösségnek, és olyan zászló, ami évszázadokkal ezelőtt is ugyanaz volt. Most megint valószínű, hogy egy új pert indítunk el, lássuk, hogy hogy dönt a bíróság, de általában veszítünk, sajnos. Általában veszítenek, igen. Hát még, nem tudom, egy hónap és kezdődik a kampány, a hivatalos kampány. Gondolom, ön már azért összeállította legalábbis kialakult a választási programja, jelszóval esetleg ilyesmiket. Jelszó nem gondolkoztam, nem, de hogy mit kell tenni, azt tudom, hogy mit kell tenni. Igen. Választások másnapján mihez kezd? Mert én szinte biztos vagyok, hogy ön nyeri meg a választásokat. Adja az Isten, persze, igaza persze legyen. Nem akarok senkit befolyásolni, de hát a matematikai logika szerint, és akkor csak is ön nyerheti meg, nem? Reméljük, hogy igaza van. Mit mondasz Kézdivásárhelyeknek? Mivel fog másnap? Mindenképp a munkát folytatni kell. Igen. Tehát mondtam, hogy átestünk egy olyan periódusban, amikor sok bosszúságot okoztunk a csatornázás miatt. Igen. Most lassan... De most ez a legnagyobb gond, ez a csatorn... Az infrastruktúrát tönkretettük. Igen, értem. Emiatt mindenki bosszankodik, mert több kártyú van, süllyednek a gödrök. Tehát ezeket most rendezni kell, és tényleg felüdíteni, szépíteni ezt a várost. Igen. Az elmúlt 4 évben sikerült az udvartereknek felét rendezni. Tehát a város arculatán is azért mozdítottak sok... Tehát az udvartereknek fele rendben van. Fele rendben van. Sajnos a tervezések miatt nem tudtam elkezdeni azokat az udvartereket, ami pont közvetlen a főtér környezetében vannak, hanem a hátsó gyűrűt, meg 2 gyűrűben helyezkednek el. Itt persze megint a Fejlesztési Minisztériumtól vártuk a csatornázásra a pénzt, és 2015-ben egy lejt sem adtak erre, 16-ban sem, még nem is közölnek semmit. Ha nem fogja finanszírozni a kormány a csatornázást az udvarterekben, akkor ezt önerőbökkel megoldjuk, és rendezni a belső gyűrűt, illetve bejönni a főtérre, és egy kicsit szebbé tenni a főteret is, mert tényleg Kézdivásárhelynek nagyon szép főtere van.
Igen, és akkor megint vissza kell térjünk a turisztikához. Ebből önök tudnak profitálni? Keresik a várost? Igen. Külföldiek, tehát az idegenforgalom élénk ott? Igen, tehát... Én az udvarterekről gondolom, eleve abba a... Főként nyáron főként nagyon sok a turista, uh-huh. és főként magyarországi. Tehát magyarországi, uh-huh. tehát olyan, hogy naponta 2-3 busznyi turista jön el. Igen. Na most ezeket az embereket ott kell tartani. Ott kell tartani, uh-huh. hogy ott szállásoljuk el, ott uh-huh. egyenek, ott vásároljanak, és akkor ettől a város fellendülhet. Uh-huh. Most a turisztikai iroda, amit megnyitottunk a minap, pont az a célja, és azt szeretném, hogy ne csak kézivásárláról szóljon, uh-huh. hanem felső háromszékről. Ja. És behozni azokat a vállalkozókat szórólappal, uh-huh. ötletekkel, uh-huh. hogy mit lehet felső háromszéken megnézni, hol érdemes pénzt és időt tölteni, kitalálni programokat, azt szeretném én, hogy kézdivásár legyen a központ, és innen ilyen uh-huh. csillagtúrákkal lehessen uh-huh. a környéket bejárni. Jó, a fekvéssel a városnak, nem beszélve arról, turisztikai szempontból mindenképpen. Egy baja van, hogy sokat húj a szél. Sokat húj a szél. Jó, hát polgármester úr, mi minden esetre érdeklődéssel követjük ezentúl kampányát, és mi a magunk részéről sok sikert kívánunk, és bármikor visszavárjuk, jöjjön még hozzánk. Köszönöm máskor szépen. Is. Köszönöm szépen. Kedves nézőim, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk jövő pénteken is a megszokott órában, viszontlátásra.